csatlakozás, hosszas egyeztetések és háttérben zajlott győzködések után úgy tűnik Ausztria részben beadta a derekát, Románia repülőterekkel beléphet a Schengeni övezetbe. A hivatalos döntésre és a csatlakozás időpontjára azonban még várni kell. Költségvetés. 5%-os bérnövekedést ígért a közalkalmazottaknak a jövő évi költségvetés tervezetében a kormány. Ezt csütörtökön készülnek elfogadni. Noha rejtély, hogy honnan lesz erre is pénz, az állami alkalmazottak már is tiltakoznak, mert kevesellik a növekedést. Vasúti közlekedés. Mától új menetrend szerint közlekednek a vonatok. A korábbi információkkal ellentétben a Kolozsvár-Nagyvárad vonalat csak januárban zárják le. A hosszú távú és nemzetközi vonatok azonban már most alternatív útvonalakat használnak. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Ausztria beleegyezik Románia és Bulgária légi határainak megszüntetésébe, közölte ma Gerhard Karner osztrák belügyminiszter. A gesztus pozitív, azonban a teljes körű schengeni csatlakozás kapcsán nem szabad előre inni a medve bőrére, hangsúlyozza Muradin János Kristóf. Immár hivatalos, Ausztria enyhített Románia és Bulgária schengeni csatlakozásával kapcsolatos vétóján is beleegyezik a légi határok megszüntetésébe. Gerhard Karner, osztrák belügyminiszter hétfőn az Ö1 közszolgálati televízióban hivatalosan is megerősítette a témával kapcsolatban hétvégén megjelent források alapján közölt osztrák sajtóértesüléseket. Az Erschengenért cserében az osztrák miniszter szigorúbb földi határellenőrzést kér, ugyanakkor a Romániából és Bulgáriából Ausztriába érkező menedékkérelmek újrafelvételét. A hír mindenképpen pozitív, hiszen a légi határok megszüntetése egyfajta erőszobája a Schengen övezetnek, fejtette ki híradónknak Muradin János Kristóf, a Sapientia Emtek kolozsvári karának oktatója. A légi határok eltörlése arra utal, van már Románia irányába egy megfelelő politikai bizalom, amire építeni lehet, és amely segítségével talán el lehet írni a teljes körű schengeni csatlakozást. A szakértő szerint ugyanakkor nem kell előre inni a medve bőrére. Itt azért egy politikai döntésről van szó, és 27 tagállamról. Az, hogy Ausztria engedményt tett, nyilván egy erőteljes brüsszeli nyomásra, az egy dolog. De hogyha ténylegesen a teljes körű román és bolgár Schengen csatlakozásnak a híve lenne, akkor Bécs egyből egy teljes körű csatlakozásra adta volna a voksát. Így viszont most Románia egy furcsa helyzetbe kerül, mert most lépéskényszer van. Ezzel a nyitással megint Románia a tér felére került a labda, és akkor Romániának most még tovább kell lobbizni, még jobban, még gyorsabban megkifutni, hogy lehetőleg ezt a kedvező szelet kihasználva a közeljövőben sikerüljön a teljes körű csatlakozást elérni. Ez azonban nem biztos, hiszen 27 tagállam, 27 probléma és 27 migrációs helyzet. Ha a fennálló migrációs válság kedvezőtlenül alakul, bármelyik ország vétózhat. Remény azonban van, és az év vége is segítségünkre lehet, ilyenkor ugyanis igyekeznek megoldani az elvarratlan szálakat, és hagyományosan az euróövezethez és a schengeni övezethez való csatlakozás január 1-én történik. Valószínűleg Bukarest is a következő 3 hétben megpróbálja áterőszakolni a politikai döntést. Muradin János Kristóf szerint a légi határok megszüntetésére idén sor kerülhet, és a szerencsések vagyunk jövőre a teljes körű schengeni csatlakozásra is. A légi határok megnyitására egyelőre gesztus, összegzett a szakértő. Közvitára bocsátották a jövő évi költségvetés tervezetét, ezt Márcsél Csoláku miniszterelnök jelentette be, aki szerint még az idei év végéig el akarják fogadni a költségvetést. Márcsél Csoláku miniszterelnök a Pesszidé központi székházában nyilatkozott a 2024-es állami költségvetés tervezet kapcsán. Kifejtette, hogy a híresztelések ellenére a közméltóságok bérét nem fogják megemelni. Ezzel szemben viszont több pénz jut befektetésekre, közölte. Minden közalkalmazottnak 5%-os béremelést biztosítunk, kivételt képeznek ez alól a közméltóságok. Nagyon világos döntés volt erre vonatkozóan. Ami a beruházásokat illeti, meghaladjuk a 7%-ot, hiszen a bruttó össztermék szintjén is növekedést tapasztalható. Éppen ezért 7,3%-ot fordítunk a beruházásokra, ami a legnagyobb arányt jelenti Románia történelmében. A kormányfő szerint az oktatás rekordszintű, a GDP 4,1%-ának megfelelő költségvetésből gazdálkodhat, és emlékeztetett arra is, hogy az országos helyreállítási tervben is közel 12 milliárd rendelkezésre az oktatási rendszer infrastrukturális beruházásaira.
Emellett a közlekedésügyi tárcának 30%-kal, az egészségügyi minisztériumnak pedig mintegy 26%-kal több pénzt biztosítanak. Egyetlen minisztérium sem fog veszíteni egyetlen lejt sem, és csak azok a szaktárcák kapnak jövőre kevesebb pénzt, amelyek idén befejezték a beruházásokat, és már idén kiutalták nekik a társfinanszírozáshoz szükséges pénzösszegeket, fogalmazott Csoláku. A miniszterelnök cáfolta azt a hírt is, miszerint elhalasztják a nyugdíjalap második pilléréhez való hozzájárulás százalék arányának növelését. Közölte, hogy az erről szóló törvénynek megfelelően január 1-től 4,75%-ra nő a nyugdíjalap második pilléréhez való hozzájárulás hányada. A tervek szerint csütörtökön a kormányasztalára kerül a tervezet, jövő héten pedig már a parlament szavazhat is róla. Megtartotta éves küldött gyűlését a marosvásárhelyi RMDS. A gyűlésen a politikai beszámolókon volt a hangsúly. Nagy szerepet kaptak az elmúlt év sikerei és a jövő évi szuperválasztási évre való felkészülés. Pénteken került sor a marosvásárhelyi RMDS küldött gyűlésére a Kultúrpalota kistermében. A vita alaphangulatát a 2024-es szuperválasztási év adta meg, de helyi sikerekről is szó esett. Kelemen Hunor szövetségi elnök megbízásából Horváth Anna, az RMDS önkormányzati főosztályának ügyvezető alelnöke tartott beszédet a küldött gyűlésen, és azt hangsúlyozta, mennyire fontos az első megmérettetés, az európai parlamenti választások. Itt jön a politikai tétje a jövő évnek, amely persze azt is elmondtuk néhányszor, is elhangzott már, hogy mérföldkő, de ha 2024 mérföldkő, akkor egészen biztos, hogy az európai parlamenti választások ennek a kardinális pontja. Ha 2024 első megmérettetését jól fogjuk csinálni, és jól fogunk ebből kikerülni, akkor az a többi, akár helyi szinten a többi megmérettetésre, megméretkezésre felhajtó erővel jó hatással fog hatni, az ellenkezőjét is el lehet ennek, és el is kell mondani. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke a jövő évi választásokra való reflektálás mellett a jó kapcsolatot emelte ki az általa vezetett intézmény és a polgármesteri hivatal között. Az elmúlt időszakban visszaállt a munkaviszony a Marosvásárhelyi önkormányzat és a Maros megyei tanács között. Úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. Ennek eredményeképpen számos közös projekt kapcsán sikerült előrelépnünk. Többek között együttműködési megállapodás sikerült foganasítanunk, amely egy mélygarázs építésére vonatkozik a volt parkhotel területén. De ugyanakkor rendeztük a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi klinikai kórház körüli terület tulajdonviszonyát, melyen parkolót fogunk kialakítani a következőkben. De számos más esetben is gördülékenyé vált a két intézmény közötti kapcsolat. Sós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szintén a közös munkát és a városban történt fejlesztéseket hangsúlyozta ki. 4 éve még az volt a hír, hogy kigyulladtak a buszok. Ma az a hír, hogy nem haladunk elég gyorsan a buszmegállók felújításával. Előző ciklusban az volt a hír, hogy esztelenül fát vágnak. Ma a legnagyobb botránya egy sálakkal díszített civil kezdeményezés körül zajlik egy karácsonyfa. 4 éve alig volt fejlesztés, most meg alig látszunk ki belőlük, annyi van. Elmondta, bár sok projektet elindítottak, 4 év nem elég arra, hogy helyrehozzák azt, amit Dorin Flóriá 20 évig rombolt. Ehhez legalább 10, de inkább 15 évre lenne szükség. A politikai beszámolókat követve a helyi szervezet működési szabályzatát hangolták össze a megye, illetve országos szabályzattal, és néhány új választmányi tagot is választottak, olyanok helyére, akik az elmúlt években nem vettek részt a testület munkájában. Tüntetésekbe kezdett Bukarestben a rendőrök országos szakszervezete. A rendőröknél annyira betelt már a pohár, hogy a jövő évi választások bojkottját is kilátásba helyezték. Mától kezdve 4 napon át tiltakozik a fővárosban a rendőrök országos szakszervezete. Ezzel fejezik ki elégedetlenségüket a jövő évi költségvetés tervezet kapcsán, amely szerint mindössze 5%-os béremelésben részesülnek a közszférában dolgozók, beleértve a belügyminisztérium alkalmazottjait is. Szerintük a pályakezdők fizetése ezáltal alig 30-40 lejjel haladja majd meg a minimálbért, olyan körülmények között, hogy a szakma iránt egyre lankad az érdeklődés, és amúgy is óriási személyzet hiánnyal küzdenek. Az Országos Rendőrszakszervezet alelnöke szerint 2 meglepetéssel készültek.
Karácsony előtt túlbuzgóan ellenőrzik a határokon a hazatérő román állampolgárokat, ami óriási sorokat és várakozási időt fog előidézni. A második meglepetésünk a jövő évi választásokra vonatkozik. Őrizzék ők a szavazólapokat és az egész választási procedúrát. Nekünk az egyedüli feladatunk az, hogy azonosítsuk, jegyzőkönyvbe vegyük és kivizsgáljuk a választási törvénysértéseket. Pont. A szavazófülkéket őrizzék ők, alakítsák ők ki a szavazó urnákat. Vannak helyi és magánrendőrök, oldják meg velük, alkalmazzanak őrzővédő cégeket. Nem csak a rendőrök elégedetlenek. A közegészségügyi igazgatóságok alkalmazottjai, a törvényszéki jegyzők is tiltakoznak. Beszüntették ma a munkát az Országos Statisztikai Hivatal alkalmazottjai is, és elégedetlenek az 5%-os béremeléssel az egészségügyi dolgozók is, emiatt pedig az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség december 20-ára tervez tiltakozó felvonulást a fővárosba. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a hétvégén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A rendezvényen Kós Károly díjakat is kiosztottak olyan személyeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak munkájukkal a közös célok eléréséhez. Jubileumot ünnepelt a hétvégén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, 20 éve alapították a szervezetet. A rendezvényt Sorbán Enikő népdalénekes műsora nyitotta, majd Kovács István unitárius püspök köszöntötte házigazdaként a résztvevőket a Vallás Szabadság házában. Tóróté Tibor, az EMNT egykori ügyvezetője elmondta, az esemény lehetőséget ad arra, hogy visszatekintsenek az elmúlt 20 évre, és terveket készítsenek. Úgy érezzük, hogy korszak ezzel a 20 évvel lezárult. Ez izgalmas 20 év volt abból az első 10 évben a hangsúly igazából az autonómia törekvések jogi kereteinek megteremtésére, illetve egyáltalán a politikai napirenden való tartására vonatkozott, a második 10 esztendő pedig igazából a nemzetegyesítésről szólt. Ebben vállalt a Nemzeti Tanács a demokrácia központjain keresztül kiemelkedő szerepet. Az ünnepi eseményen átadták a Nemzeti Tanács által alapított Kós Károly díjakat is, amelyeket olyan személyek vehettek át, akik munkájukkal hozzájárultak a szervezet céljainak megvalósulásához, közös érdekeket képviselve. A Kós Károly díj azokat méltatja, akik az autonómia szellemében, vagy éppenséggel az autonómia érdekében élnek, dolgoznak, cselekesznek, és hát van-e erre méltóbb az utóbbi időkben, mint Németh Zsolt vagy Dávid László? Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a magyarok érdekének töretlen képviselete, Dávid László pedig az Önálló Magyar Egyetem, a Sapientia MT alapítása kapcsán vehette át a kitüntetést. Január 7-éig még közlekednek a magáncégek szerelvényei a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonalon. Az új menetrend azonban már vasárnap érvénybe lépett és számos változást eredményezett. Habár december 10-től változott a menetrend, január 7-éig még közlekednek személyvonatok a Nagyvárad és Kolozsvár vasútvonalon, de ezek mind a magáncégek szerelvényei. Január 8-ától csak a Kolozsvár és Egeres, illetve Élesd és Nagyvárad, valamint Bihar püspöki közötti szakaszon közlekednek a vonatok, az Egeres és Élesd közötti távon pedig vonatpótló buszokkal oldják meg a személyszállítást. Sándor Gábor volt közlekedésügyi államtitkár híradónknak elmondta, Nagyvárad és Kolozsvár között várhatóan lesznek vonathelyettesítő direkt járatok. Két módon lesz majd pótolva ezen az útszakaszon, ismétlen Egeres és Kisebbes között elsősorban, aztán második lépésben Egeres és Élest között egészen. Egyrészt lesznek autóbuszjáratok, amelyek a vonatpótló funkciót látnak, majd elkövetik természetesen a vasút útvonalát, és minden állomásban megállnak hasonlóképpen, mint a vonat. A második lehetőség, amit az utazó közönség igényben lehet távlatilag január 8-ától várhatóan, lesznek vonat helyettesítő járatok, azaz direkt járatok Kolozsvár és Nagyvárad között.
Ugyanakkor már a december 10-től érvényben lévő menetrend is számos változást tartalmaz, a nemzetközi vonatok útvonala módosul. A Cseféré közleménye szerint a Bukarest, Budapest és Bécs között közlekedő járat Nagyváradot és Püspökladányt már nem érinti, Kürtös határállomáson lép be és ki az országból, Kolozsvárral pedig Piskin keresztül lesz összeköttetése. A Claudiopolis Intercity Arad, Piski és Gyulafehérvár érintésével halad Budapest és Kolozsvár között. A járathoz Brassó felől érkező vagy felé tartó kocsikat is csatolnak Piskinél. A Brassó és Budapest között közlekedő Hargita Intercity nem Biharkeresztesnél, hanem Nyírábránynál lép majd ki be Románia területéről vagy területére, és Brassó Déda Zsibó Nagykároly Ér Mihály falva vonalon közlekedik, tehát nem érinti sem Kolozsvárt, sem Nagyváradot. A Brassó és Budapest között közlekedő Korona szintén ki fogja kerülni Kolozsvárt és Nagyváradot az új menetrend szerint. A Bécs és Nagybánya között közlekedő Szamos Intercityhez egy Ér Mihály falva és Nagyvárad közötti járatot csatolnak majd. 5 utca kivételével csak engedéllyel léphetnek be januártól a 3,5 tonnánál súlyosabb járművek Sepsiszentgyörgy területére, jelentette ki Antal Árpád polgármester. Az új határozatok a egyrészt a közlekedési infrastruktúra állagának megóvása, másrészt a forgalomlassítás megakadályozása. Antal Árpád készítette ezt a fotót a közelmúltban. A hatalmas röngszállító teherautó alig tud megfordulni a körforgalomban, akadályozza a közlekedést, neki hajt a járda szegélynek. Számos hasonlóra akadt példa Sepsiszentgyörgy utcáin, ezen szeretne most radikálisan változtatni az önkormányzat. Mivel rengeteg pénzt és energiát öltek a közelmúltban a város különböző útszakaszainak a felújítására, szeretnék azokat megóvni hosszú távon. Így 2024. januárjától pénzért kiváltható engedélyhez kötik a teherautók áthaladását a városon. Ami a nehéz gépjármű forgalmat illeti, következő napokban közmeghallgatásra kerül az a határozat tervezet, amit majd a testület elé fogok terjeszteni. Épül a városnak a terelőútja, addig, amíg ezt átadjuk, addig bizonyos útszakaszok még használhatóak lesznek korlátozásmentesen, viszont ahogy átadjuk jövő nyáron a terelőutat, további korlátozásokat fogunk bevezetni. Azt már tudni, hogy a sepsiszentgyörgyi székhellyel nem rendelkező cégek napi, heti és havi bérletet válthatnak majd, a helyi vállalatok viszont fél évre, egész évre is előfizethetnek majd a nehéz súlyú járművel való behajtásra. Egyelőre a Pajzs Dávid út, az építők útja, valamint az Oltmező, József Attila és Jókai Mór utcán közlekedhetnek a nagyméretű teherautók, de a jelenleg épülő terelőút átadása után az említett 5 útszakaszra is érvényes lesz a szigorítás. Jelentősen javult a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodás, jelentette ki Sós Zoltán polgármester. A városra továbbra is kiszabnak büntetéseket, ezek mértéke azonban csökkent, ahogy kezdik alkalmazni a hulladékgazdálkodási irányelveket. Ez nem csak a város tisztasága miatt fontos, hanem azért is, mert a bírságokat a lakosok zsebe és a fejlesztések beruházások bánják. Mandátuma kezdetén rögtön az előző városvezetés által hátrahagyott 5 millió lejes pénzbírsággal szembesült az elégtelen hulladékgazdálkodás miatt, mondta el 24 plusz című műsorunkban Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármester. A helyzet rendezése sajnos nem ment egyik napról a másikra, de 2023-ra csökkent az újonnan kirótt büntetések értéke, mert sikerült számos tételről bebizonyítani, hogy a város már szelektíven gyűjti ezeket és betartja a főbb irányelveket. A polgármester szerint a hulladékgazdálkodás nem csak a környezetvédelem miatt fontos, hanem azért is, mert ezáltal elkerülhetőek a további büntetések. Ezeket a lakosok zsebe és a fejlesztések, beruházások bánják. Az a célunk, hogy jövőre ne legyen több büntetés, tehát az ellenőrzések rendbe találják a Marosvásárhelyen a szelektív gyűjtést. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen fog működni minden, de azt jelenti, hogy betartjuk a főbb irányelveket, és a mutatók azok megnyugtatóan alakulnak, tehát a minimum 20%-os gyűjtést el kell érni. Az idén jövőre szeretnénk a 30% fölé tornászni, nehéz ezeket a mutatókat elérni. Táncos Barna szenátor, egykori környezetvédelmi miniszter felhívta a figyelmet a lakosság felelősségére, és arra is, hogy ne dobja ki senki úton, útfélen vagy zöld területen a szemetet. Ha ugyanis a hatóságok rajta kapják, akkor az autóját is elkobozhatják. Itt most egy különleges helyzet van Vásárhelyen és Maros megyében, mert ugye volt egy krízis
krízis, és az emberek tudják azt mondani, hogy azért vittem ki, mert nem oda, ki elvigye. Sajnos ott is kiviszik, onnan rendszeresen elszállítják, ahol szelektíven lehet gyűjteni, ahol nagy volumenű hulladékra kampány van. Mondta mindezt a város idei legnagyobb botrányát felemlegetve, amikor a leszerződtetett szemétszállító cég nem tudta teljesíteni a vállaltakat, emiatt pedig napokig az utcákon hevert az el nem szállított szemét. Azóta jelentősen javult a helyzet, a jelenlegi állapotok pedig bizakodásra adnak okot, fejtette ki a szenátor. 2017-től évente megrendezik Zilahon a Veselényi gálát, amelynek keretében veselényi díjjal jutalmazzák azokat a személyeket, akik aktív szerepet vállalnak a helyi magyar közösség életében. A Zilahi Terbetenéptánc együttes nyitotta meg a helyi Vigadóban az idei Veselényi gálát. A teltházas rendezvényen több mint 200-an vettek részt, díjazottak, rokonok, ismerősök, önkormányzati képviselők. Díjazok, amit mondottam, azokat az embereket, akik kivették a részüket a közösségépítésben, a munkából, és sok-sok szép eredményt értek el. A gálán elhangzott, 2017-ben az a megtiszteltetés érte a szilágysági magyar közösséget, hogy Zilahon rendezhette meg az RMDS kongresszusát, amelynek jelmondata Veselényi jelszava volt, nunquam retro, azaz nem hátrálunk meg. Akkor született meg a gála és a díjazás gondolata. Azóta minden évben díjazzák azokat a személyeket, akiknek tevékenysége a közösség javát szolgálja. Ez a díj számomra a zsibói oktatásban elért eredményeimnek az elismerése, és ugyanakkor a közösségi munkámnak is az elismerése. Az idén 26 Veselényi díjat osztottak ki, a megyei szervezet oklevéllel és emlékplakettel jutalmazta az arra érdemesnek tartott személyek munkásságát. Megpróbáltam emberi lényemhez hasonlóan eleget tenni mindannak a parancsnak, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy hűek maradjatok, hűek legyetek. Szilágyi Robert István, az RMDS Szilágy megyei ügyvezető alelnöke méltatta a díjazottakat. Az elmúlt évhez hasonlóan jutalmazták a tavalyi tanévben 10-es átlaggal végző fiatalokat, ezúttal 19-et, és idén a hagyományokat éltető Terbete Néptánc csoport tagjait is. Fontos győzelmet aratott Gyergyó sporthíreink következnek. Önmagára talált az Erste Liga címvédője, a Gyergyói Hoki Klub nyert az Erste Ligában, a Román Bajnokságban és a Románia Kupában is jegyzett mérkőzésen a Brassói Korona otthonában. A címvédő gyergyói hokisok hátrányból fordítva 2-1-re nyerték a mérkőzést. Intenzív és izgalmas mérkőzéssel zárult a Jégkorong Erste Liga alapszakaszának a 10. hete. A Gyergyói Hoki Klub miután 2 nappal korábban meglepetésre 3-6-ra kikapott a hazai pályán a Dunaújvárosi Acélbikáktól, a Brassói Korona otthonában nyert 2-1-re. Szilasi Zoltán vezetőedző szerint két nagyon jó csapat találkozott, és egy nagyon jó meccset láthattunk. Hál' Istennek győzelemmel tudunk most innen hazamenni. Nagyon jó hoki meccs volt, két jó csapat találkozott egymással. Nagyon nagy iram volt, úgy gondolom, legalábbis a padról úgy ítélem meg. Közönség szórakoztató volt, főleg a második harmad, amikor ide-oda hoki volt, az edzői szempontból abszolút nem tetszett, mert az eladott korongok magas száma miatt volt az, hogy mi ide, ők oda, és egy ilyen csapongó játék volt, de a harmadik harmadunk az nagyon tetszett. Streng Hunor, a Brassói Korona másodedzője szerint a második harmad a brassói csapaté volt. Én azt gondolom, hogy jó mérkőzést láthattak a nézők. Az első harmadban kiegyenlített játék folyt a jégen. Ott úgy éreztük, hogy talán még több van bennünk. Ezt a harmadszünetben is kiemeltük a játékosoknak, de azt gondolom, hogy a második harmad az a miénk volt. Akkor is, hogyha oda visszajáték alakult ki, több gólhelyzetet tudtunk kialakítani. Ugyancsak vasárnap a Csíkszeredai Sportklub 6-2-re verte a Dunaújvárosi Acélbikákat. A rangsorban a Gyergyói Hoki Klubban 4., a Korona a 6., míg a Sportklub a 7. helyet foglalja el. A két eddigi nyeretlen csapat találkozott Marosvásárhelyen a női kosárlabda országos bajnokság 6. fordulójában. A találkozót a vendég Brassói Olimpia nyerte 79-72-re. Noha a brassóiak gyakorlatilag csak 5 játékost használtak, a találkozó során túl sok hibát engedtek meg maguknak a vásárhelyi kosárlabdázók.
Újabb vereséget szenvedett a marosvásárhelyi női kosárlabda csapat, ezúttal a brassói olimpia múlta felül 79-72-re. Két olyan csapat találkozott, amelyeknek a mezőnyben még nem volt győzelmük, így mindkét csapat számára fontos lett volna a győzelem. A házigazdák edzője Florina Porán nagyon csalódott volt a vereség miatt. Nincs mentségünk a mai napra. Nincs mentség. Legalább 20 ponttal kellett volna nyernünk. Voltak játékosaik négy személyi hibával hosszú időn át. Megbeszéltük a taktikát az időkérés során, hogy ezeket a játékosokat támadjuk. Megbeszéltük, hogy a tranzíció során próbáljuk szabálytalanságra kényszeríteni őket, de semmi. Az ellenfél ugyanazokkal a játékosokkal játszott a meccs végéig. Nem csak az edző, a játékosok sem találtak magyarázatot a gyenge szereplésre. Szerintem elsősorban lehet elhittük magunkat, hogy van esélyünk, meg hogy könnyű meccset fogunk játszani, mert milyen 25 perccel meccs előtt jöttek be, meg minden. Szóval igen, valószínű, hogy ennek köszönhetjük ezt a vereséget. A játékosok szerint nem szabad feladni, a sok munka egyszer meghozza a gyümölcsét. A következő mérkőzést Aradon játssza a marosvásárhelyi VSK, míg a CSU Olimpia Brassó a kolozsvári csapat ellen lép pályára. Eddig a hírek, mutatjuk időjárás előrejelzésünket is a folytatásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.